L, rest in peace. Do you wanna mess with this? One of the best yet. We've got it. Hát igazából ez a pipacs anyumra emlékeztet, mert kiskoromban anyunak voltak ilyen pipacsos dolgai. A virág februárban készült, az írás meg novemberben. Oh, that's like a whale shark? Huh? It's like a, no, a big whale? Yes. Shark. Mm-hmm. So it's like an 8 meter fish. It's really nice. I'm a diver too, so I like it. Okay, that's cool. This is like a ray, and it has a turtle inside. And the bottom is like a whale shark fin, like this. It's like the fin here. Like a diver symbol, but it's not a machine. It's like the guy does with a, like by hand. Oh, by hand. Yeah, there's no machine. The az első az a lábamon van, vagy az első nagy tetoválásom. Ezt még 16 évesen csináltattam. A legjobb barátnőmnek az éppen aktuális párja tetováló volt, és kaptam tőle ajándékba. Ami nagy szerencse, mert ami meg elég drága lett volna. Igazából jelentésében sokat nem jelent, így ketten összerajzoltunk egy mintát, és az került fel. Szóval így nagy jelentés nem volt az a dolog, annyi, hogy jól néz ki. Hát ez a csillag, ez egy gyenge pillanatban fesztiválon készült 500 forintért. Ez volt a leges-legelső márkás tetoválás. Amik az ujjamon van, az pedig 21. születésnapomra kaptam barátnőmtől. Névnapi tetoválásom, mai szerzemény, fél órával ezelőtti. Nem jött egy vendégem, és gyorsan megcsináltuk. Kedvencem ez a portré, az Adams Family-ből a Wednesday. Az oldalamon van egy stukker, mesefigurák, mindenhova. Tyutyúnak hívnak, most éppen a tyutyutattóban vagyunk, a stúdiómban, amit egy kedves barátommal csináltam, öten dolgozunk itt, együtt most már, ides tovább, most már 2 éve. Gyerekkorom óta szerettem a tetoválásokat, a jakuzás filmeket néztem, és akkor ott szerelmesedtem bele a nagy japán tetoválásokba, onnan jött az első influencia. Utána Balatonparton vásároltam újságokat, német tetováló magazinokat, abból lestem el dolgokat. Aztán 2003-ban kezdtem neki tanulni. Tetoválás történetében így fellelhetőek ezek a dolgok, hogy kikötőből, akkor a börtönökben, akkor sok más kultúrára volt ez olyan jellemző, amit az átlag konvencionális emberek elvetettek. Manapság ez már nem így van, egyáltalán nem így van, mert annyira elterjedt a tetoválás, hogy a művészek, akik készítik a tetoválásokat, olyan igényes munkákat csinálnak, hogy konkrétan ezt művészetnek lehet már nevezni, és a művészetet már nem ítélik el annyira az emberek. Az viszont tény és való, hogy bankban, országházban, nagy, komoly étteremben nem fogunk tokáig kivard emberekkel találkozni, de valahol ez szerintem egy természetes történet. Szerintem ez ugyanolyan, mint bármelyik másik országban és bármelyik másik szakmában. Ha jó vagy, akkor könnyen találsz helyet. Mert vannak olyan tetoválók, akiknek egyszerűen elegük lesz az üzleti életből, az utcára nyíló üzletekből, és visszavonulnak, és otthon profi körülmények közt tetoválnak. Ezekkel, ha úgy veszük, egyetértek, legyen mindenki saját maga biznisze. Viszont igen, van ez a történet is, amikor valaki nem annyira jó, hogy stúdióban dolgozhasson, és éppen ezért otthon a saját maga által teremtett körülmények közt dolgozik, azon a színvonalon.
Ezzel sajnos nem tudok egyetérteni, és mindenkit óvok, mert még az a legjobb eset, ha elrontják a tetoválását. Annál lehet rosszabb is, de erről ne is beszéljünk. Helynek minden hely extrém, de mondjuk ami igazán vicces, szerintem egy fiúnak a feje tetejére egy nagy ómjelet tetováltam, egy jó nagy tenyérnyi ómjelet, mintha ecsettel festették volna fel, úgy nézett ki. Az nagyon érdekes történet volt. 18 éves koromat megvártam én is az első tetoválása, és ezt ajánlom mindenkinek, hogy várja meg, mert 18 éves koráig az emberben annyi minden változik még, hogy 18 éves kor előtt ki tudná, hogy mit akar viselni egész életébe. Sokszor még utána se, azt kell mondjam. Arra gondolok mindig, hogy szeretnék hosszú kort megérni, hogy a családommal és a kisfiammal lehessek minél többet, és hogyha öregkoromra csak ennyi lesz a bajom, hogy a bőröm megereszkedik és azon összefonjadnak a tetoválások, annak én nagyon örülök, ha csak ennyi bajom lesz. És azt gondolom, hogy mire én öreg leszek, majdnem csak kevesebb lesz, aki nem tetovál.